Egy évvel ezelőtt alakult meg a Bajai Járási Foglalkoztatási Paktum. A Bajai Iroda a közvetítő szerepét tölti be a tagok között, az elsődleges cél pedig az, hogy a munkakeresők megtalálják a számukra legmegfelelőbb állást, mindezt helyben. A hármas konzorcium tagjai a Városi Önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya. A szerdai Városházi Fórumon a munkaügyi központ részéről Rekettye Sándor tájékoztatta az érdeklődő vállalkozásokat a piac jelenlegi helyzetéről. Mint elmondta, a toborzással és a megfelelő munkaerő kiválasztásával a helyi vállalkozásokat erősítik. A bértámogatásokkal pedig a hosszú távú foglalkoztatás elérése a cél. A topos forrásból működő paktumirodával egyre több helyi vállalat veszi fel a kapcsolatot. Nagyon boldogok voltunk 2018. december 11-én, amikor elkönyvelhettük azt, hogy 19 szervezettel alakult meg a bajai járási foglalkoztatási paktum, és az elmúlt egy évben további 8 szervezet, ezek között önkormányzat, szociális szövetkezet, Caritas, egyház jelezte, és természetesen magánvállalkozások is, illetve társas vállalkozások is jelezték szándékukat. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi régiójának vezetője a fórumon elmondta, örültek az együttműködési lehetőségnek. Ők elsősorban a szociális segítségnyújtás és a mentorálás terén tudják segíteni a helyieket, akik általában alkalmi munkákból élnek és hiányosságokkal küzdenek, vagy éppen nehéz élethelyzetük miatt nem motiváltak az álláskeresésben. Munkavállalókat nekünk fel kell kutatni, be kell vonni a mi szolgáltatásainkba, és a nekik nyújtott segítségen keresztül próbáljuk alkalmassá tenni őket, hogy a munkaerőpiacra ki tudjanak lépni. A bevonás maga az konkrétan a kormányhivatalnak a feladata. Mi ugye a mentorálást végezzük, a felkutatást, az információnyújtást és így tovább, és ehhez ad alapot, amit az előbb mondottam, a Máltának a sajátos karitatása. Rigóné Kis Éva hozzátette, leginkább türelemre lenne szükség mind a munkáltatói, mind társadalmi oldalról. A Bajai Járási Foglalkoztatási Paktumot az érdeklődők a Szentháromság tér 11 szám alatti irodában találják meg, illetve az új honlapon is tájékozódhatnak a lehetőségekről.